Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó, illetve a média megjelent képviselőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács Civil Iránytű Európáért című kétnapos konferenciájának sajtótájékoztatójára. Illetve tisztelettel köszöntöm a konferencián résztvevő szervezetek képviselőit, dr. Csizmadia Lászlót, a CÖFCÖK, a kuratóriumának elnökét, az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács alapítóját, Gianluigi Ferrettit, az olasz UGL szakszervezet nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjét, Ari Malost, a belga Vocal Europe elnökét, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság korábbi elnökét, Henk Jan van Scotthorst, a holland és amerikai Christian Council International igazgató tanácsának magyar arany érdemkereszttel kitüntetett elnökét, és Palkovics Imrét, a munkástanácsok országos szövetségének elnökét. És felkérem a sajtótájékoztató résztvevőit, hogy 5 perces időkeretben fejtsék ki, hogy számukra mi a célja ennek a konferenciának, illetve kérem, hogy röviden is. Az Európai Unió Civil Együttműködési Tanács, EUCET 2007-ben a CÖFCÖK a kezdeményezésével, majd utána 450 lengyel Gazetta Polska klubok azonnali csatlakozásával alakult. Ma a negyedik konferenciánkat tartjuk, 18 ország civil egyesületeinek, alapítványainak, szakszervezeti vezetőinek részvételével. Kötelessége megemlíteni, mert az idő az mindig hoz újdonságokat, hogy a 19. spanyol Solidaridad szakszervezet az utolsó pillanatban jelezte, hogy nem tud részt venni. A mai napon általános sztrájkot hirdetett Spanyolországban, a választásokon győztett civilek, munkavállalók jogaiért folytatott küzdelem részeként. Pedro Sánchez kormányát illegitimnek tekintik. A CÖFCÖK a spanyolországi általános sztrájkot támogatja, az új kormány megalakítását a demokrácia megcsúfolásaként minősíti. A tanácskozáson résztvevők keresztény nemzeti konzervatív eszmeiségűek mellett, akik hisznek abban, hogy a nemzetek szuverenitásának jegyében az Európai Unió reformra szorul, úgy gondolom, hogy ez ma és a következő előadásokban majd részletezve is önök elé fogjuk tárni. Értékeknek és megőrzendőnek tekintjük az európai zsidó-keresztény kultúrát. Békepártiak vagyunk, elítéljük az agressziót és a terrorizmus minden fajtáját. Európa családjait társadalmaink alappilléreinek tekintjük, ifjúságunkat a jövő zálogaként segítjük. A tanácskozás észrevételeinek nyilvánosságra hozásával az EU rozsdásodó gépezetét reformokkal olajozott, emberbarát szerkezetté kívánjuk változtatni, ahol a pártpolitikai csatározásoknak nincs helye. Azokat a tagországok parlamentjeiben kell megvívni. A gazdasági együttműködés primátusával a kontinensek versenyében méltó helyen akarjuk polgáraink érdekeit garantálni. Kétnapos konferenciánk eredményei a polgári kezdeményezések részeként összefoglalva megküldjük a leköszönő EU-s tisztségviselőknek tanúságként, az újonnan választottaknak iránytűként. A jelmondatunkkal szeretnék most önöktől személyesen rövid időre búcsúzni, ami annyit tesz, hogy nihil de nobis sine, nobis, semmit rólunk, nélkülünk, és így adom át a következőknek a szót. Köszönöm figyelmüket! Elnök úrnak köszönjük szépen, most pedig tisztelettel felkérem Gianluigi Ferretti urat, az olasz UGL szakszervezet nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetőjét, hogy ő is mondja el, amit szeretne. Rendben van. Olaszul fogok beszélni.
mert a tolmács hölgy majd tolmácsol magyarra. Az UGL-t képviselem, ami az általános olasz szakszervezeti szövetség. Ez egy hatalmas szakszervezeti konfederáció 73 éves történelemmel és 2 millió taggal. Azok, akik nem ismernek minket, akkor talán különlegességnek találják létezésünket, mert mi vagyunk az egyetlen nagy, hazaszerető, szuverén trade union szakszervezet a világon, akik megértik azt, hogy a globalista világban a munkások tömege mindig a patrióta és szuverén politikai elekre szavaznak képviseletért. Tehát így keletkezett a mi szakszervezetünk is. Az élek során fáradhatatlanul dolgoztunk annak érdekében, hogy megvédjük az olasz munkavállalók érdekeit és jogait, azáltal, hogy először elutasítottuk a 19. századi marxista világnézetet, amely az osztályharcot hirdette, és a liberalizmust ugyanúgy alkalmatlannak találtuk arra, hogy megoldják a társadalmi gazdasági egyenlőtlenségeket, amelyek az gazdasági elitek megléte miatt alakultak ki, és amelynek eredményeképpen a gazdagság néhány ember kezében csoportosul a lakosság többségének rovására. Víziunk olyan kulturális és gyakorlati szintézis, amelyben a nemzeti eszme, a katolikus szolidaritás együttműködik, egy olyan harmadik új út, amely nyitott és konstruktív együttműködést tesz lehetővé a munkáltatók és a munkavállalók között, amely mindkét fél üdvére várhat. Elutasítjuk a folyamatos harcot a tőke és a munkavállalók, a munkavilága között, és ehelyett megpróbálunk olyan kapcsolatokat létesíteni, amely kölcsönös a bizalmon és közös célok követésén alapul. Ezért védjük meg a tőkét is, de azzal a fontos feltétellel, hogy annak szociális funkciója van. A tőkefelhalmozás nem lehet öncél, hanem hozzá kell járulnia a teljes társadalom jólétéhez. Fontos visszatérnünk ahhoz a gondolathoz, hogy a munka soha nem korlátozódhat egy eszközzé. A fejlett társadalomban a munkát egy olyan antropológiai egységnek kell tekintenünk, amely az emberi képességek teljes kihasználásához vezethet, és kiteljesítéséhez vezethet. Köszönöm az EOC-nek, hogy megfordították ezt a nagyon fontos nemzetközi konferenciát, ahol oly sok országból jöttek el a civil társadalom képviselői. Nagyon fontos, hogy hallassuk az emberek hangját, akik nem akarják megekenni az EU bürokráciának, hogy nemzeti alkotmányainkat semmibe vegyék, illetve a háttérbe szorítsák. Meg kell kérdeznünk magunktól, ki jogosult olyan döntéseket hozni, amely befolyásolja nemzeteinket. Legyenek ezek választott képviselők, akik direkt módon, közvetlen módon felelősek az állampolgároknak, vagy pedig egy választásokon nem megméretett bürokrácia, amely saját agendája mellett tevékenyedik. Nem tudjuk eltekinteni attól a ténytől, hogy az európai szinten hozott döntések gyakran a nagyobb gazdasági és politikai erők érdekeit képviselik, és az egyes országok állampolgárainak jogait és igényeit háttérbe szorítják. A nemzeti alkotmányok azért kerültek megalkotásra, hogy biztosítsák állampolgáraiknak a hatalmi visszaéléssel való védelmet. Az Európai Unió bürokráciája egyre komplexebb és távolabbi módon tevékenykedik az európai polgároktól. Alapvető döntéseket olyan tisztviselők hozzak, akik nem választottak meg, és nagyon nehéz az európai polgároknak befolyásolni és részt venni ebben a
döntéshozatali folyamatban. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiánya továbbá is aláássa az Európai Unióba vetett bizalmat. A nemzeti szuverenitás és az alkotmányok védelme azt jelenti, hogy egy sokkal inkluzívabb, befogadóbb Európai Unió jöhet létre, amelyben az állampolgárok a döntések középpontjában állnak, és ahol nemzeti identitásunkat értékelik és tiszteletben tartják. Először is az ember elcsodálkozik azon, hogy miért lett elfelejtve az alapítók atyák gondolata arról, hogy az Európai Unió a nemzetállamok önkéntes és egyenlő egyesüléséből jött létre. Az Európai Unió szuverén államok egyesületének kell lennie, és nem pedig az Európai Egyesült Államoknak. Köszönöm szépen! Kérem Henri Malost, a belga Vocal Europe elnökét, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság korábbi elnökét, hogy tájékoztassa a sajtó képviselőit. Good morning, bonjour, hello. Jó napot kívánok mindenkinek, jó reggelt. Úgy jöttem ide, mint a Vocal Europe elnöke. A Vocal Europe egy Európai Uniós szervezet. December 7-én az Európai Parlamentben például megszerveztük az első vitát az Európai Unió és a BRIC közötti kapcsolatokról, a különböző jelenlegi konfliktusokkal kapcsolatos napirend mellett. Nagyon zavaros világban élünk, és december 7-én erről lesz szó, hogy hogyan tudjuk erősíteni az Európai Unió tagállamait a jelenlegi turbulens időszakukban. Az európai intézetek, az Európai Szociális Bizottság, amelyet a római egyezmény hozott létre, beszél az európai civil társadalomról. Körülbelül 10 éve vagyok az elnöke, és 25 éve tagja ennek a társulatnak. Először is szeretnék gratulálni Csizmadia doktor úrnak ezért a kezdeményezésért, az EUCET-ért, amelynek révén az európai civil társadalmi szervezeteket össze lehet hozni a közös célok mentén, amelynek célja az Európai Unió megerősítése. Tehát a CÖF elnökeként is szeretnék gratulálni neki azért azokért a béke menetekért, amelyeket szerveztek. Például idén márciusban személyesen is láttam azt a hatalmas, több százezres tömeget, amely civilként megjelent Budapest utcáin annak érdekében, hogy megvédje Európát. És nagyon rövid megjegyzésem pedig az lenne, ugye tudják, hogy néhány hónapon belül európai választások lesznek, ez egy nagyon nagy kihívás. Véleményem szerint az Európai Unió fennmaradása ettől a választástól függ. Hogyha látjuk, hogy mi történik most Brüsszelben, illetve mi történt Brüsszelben az elmúlt 25 év alatt, akkor valóban félelemmel tölthet el minket a jelenlegi helyzet. A Jean-Noné Egyesület elnökenként a Robert Schuman alapítvánnyal együttműködve együtt dolgozunk az európai ügyekért, és úgy látjuk, hogy 25 év elteltével egyfajta krízis alakult ki. Az Európai Unió eredeti céljaitról soha nem szabadna elfeledkeznünk. Ezek az érdekek, bár a
Bibliára alapultak, és az alapító anya, alapító atyák a 12 csillagot a Bibliára alapozták, és látuk azt, hogy a strasbourgi székesegyházban megjelent ez a szimbólum, a keresztény út szimbóluma az Európai Unió alapításakor. De most jelen pillanatban azt kell mondanunk, hogy ma se tudjuk, hogy mit jelképeznek zászlaink. Hogyha meg kell néznünk Európa realitásait a mai világban, akkor azt látjuk, hogy a 90-es évek óta gyakorlatilag semmilyen konkrétum nem történt annak érdekében, hogy az európai állampolgárok jobban érezzék magukat együtt, hogy az európai polgárok támaszkodhassanak saját államuk és az Európai Unió értékeire. Konkrét projektek hiányáról beszélhetünk, amelyeknek célcsoportja az európai polgárság, az európai lakosság lett volna. Amikor Brüsszelben voltam egy évvel ezelőtt, ott volt a bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, és sok vezető, tisztségviselő, és senki nem beszélt új lépésekről, arról, hogy közös politikát kellene kialakítani. Korábban erről volt szó, de ma már semmi nem hangzott el ebből, semmi a határvédelemről, a polgári védelemről, a szociális ügyekről, csak bla, bla, bla. Az európai értékek, azok tulajdonképpen keresztény értékek, de ma jelen pillanatban az Európai Unióban sokkal inkább amerikai egyetemeken felmutatott értékeket követnek, LMBTQ jogokról beszélnek, gender kérdésekről beszélnek, de nem a tradicionális európai értékekről. Tehát én életemet ahhoz az Európai Unióhoz kötöttem, amelyet megalapítottak anno. Egyetemi hallgató voltam, és jelen pillanatban azt kell látnom, hogy ez az álom semmivé foszlott. Nincsenek konkrét politikai célok, konkrét lépések, és semmilyen gondolkodás nincs arról, hogy mi az identitásunk, és mi a mi keresztény gyökerünk. Köszönöm. Elkérem Henk Jan van Scotthorst, a holland és amerikai Christian Council International igazgató tanácsának magyar arany érdemkereszttel kitüntetett elnökét, hogy ossza meg velünk a téziseit. Jó napot kívánok mindenkinek. Henk Jan van Scotthorst vagyok. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz név. Úgyhogy kérem, hívjanak Henknek, ahelyett, hogy kimondanák egész nevet, mert én sem tudok magyarul, ami egy nehéz nyelv. Én is Brüsszelben dolgoztam az Európai Parlamentben 2007 óta a korábbi sajtóbizottságban. És azt láttam az európai munkám során, hogy egy egyre nagyobb távolság választja el a brüsszeli buborékot a valódi emberek életétől. Én azt gondoltam, hogy mindenki azt gondolja, hogy én mivel foglalkozom, de aztán rájöttem, hogy én is ebben a buborékban létezem. Eztán később
Afrikában dolgoztam a demokrácia építésen a holland külügyminisztérium keretén belül. Tehát az ENSZ-el és az Európai Unió, illetve az Európai Tanács együttműködésében dolgoztam, és azt láttam, hogy nagyon sok olyan szervezet van, amely elképzeléseimmel szemben nem a valódi problémákkal foglalkoznak, hanem egyes kisebbségi csoportok, például az LMBTQ közösség érdekeit képviselik. Tehát úgy döntöttem, hogy felállítok egy civil társadalmi szervezetet, egy úgynevezett nem kormányzati szervezetet annak érdekében. Ez egy elég hosszú ideig tartó folyamat volt. Elképzelhetik, hogy nem vártak minket tárt karókkal. Például egészen el kellett jutnom a legfelsőbb bíróságig Hollandiában annak érdekében, hogy keresztény szempontból megfogalmazott célokat tűzhessünk ki a szervezetünk zászlajára. Tehát ugye nagyon csodálkoztam azon, hogy Hollandia, amely hagyományosan egy keresztény állam, mégis állampolgárainak többsége ma már a liberális eszméket követi. Tehát megalapítottam ezt a szervezetet, jelen pillanatban 10 évesek vagyunk, és jelen pillanatban tudjuk hallatni hangokat. Például a múlt héten New Yorkban voltam az ENSZ-nél, és ott lehetőségemben állt megszólítani a közgyűlést a plenáris ülésen. Még egy pár dolog. Talán negyedik alkalommal vagyok itt Magyarországon ebben az évben. Számomra ez mindig olyan, mint hogyha hazajönnék, mint hogyha egy kis méhecske lennék, ahol nektárt tudok gyűjteni, amelyet mindig haza tudok vinni a saját országomban. Úgy gondolom, hogy Magyarország olyan állam, ahol olyan intézmények léteznek, amelyek kiállnak az emberi és a morális értékek mellett. Magyarország szinte egyedül van ebben a pozíciójában az Európai Unióval szemben. Úgy kell mondanom, hogy Magyarország talán az utolsó állva maradt katona Európában. Amikor az Európai Unió megalakult 1958-ban, akkor éppen történelem szakos hallgató voltam, akkor ugye ez a narancssárga szín gyakorlatilag egyedülálló volt. Hollandia is egy egyedülálló ország volt, mind kereskedelmi, mind nemzetközi szempontból. Németország, Belgium, Luxemburg, Olaszország, stb. Ők protekcionális politikát folytattak, és mi Hollandiában gyakorlatilag kiszorultunk ebből az együttműködésből, csak úgy, mint ahogy Magyarország is kiszorítva érezheti magát jelen pillanatban. És akkor én emlékszem arra, amikor azt hallottam, talán ez tanulságos szolgálat önöknek is, a pénzügyminiszterünk mondta abban az időben, hogyha valaki el akar valamit érni Brüsszelben, akkor először is meg kell éreznie az ottani légkört. Hogyha valaki valamit el akar élni Brüsszelben, akkor meg kell éreznie magát a légkört, és azzal szembe kell mennie. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha valamit el akarunk érni, akkor nagyon-nagyon erősnek és kitartónak kell lennünk, és azt látjuk, hogy Magyarország képes erre. Már letelt az 5 percem?
akkor itt be is fejezném. Köszönöm szépen. Pedig felkérem Palkovics Imrét, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökét, hogy ossza meg velünk gondolatait. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A Munkástanácsok Országos Szövetsége Magyarországon az egyetlen keresztény értékrendű szakszervezet, amelyik 1956-os magyar szabadságharc és forradalom alatt létrejött munkástanácsok szellemi örökösének vallja magát. A 90-es rendszerváltáskor létrehoztuk a kommunista és az állam által szervezett és működtetett szakszervezetek helyébe a munkavállalók munkahelyeken létrehozott szakszervezeteiből ezt az országos szervezetet. Értékrendünket ennek megfelelően nyilvánvalóan a kommunista, marxista értékekkel szemben fogalmaztuk meg, és első helyen tekintjük szellemi kútfőnknek 13. Leó pápa Rerum Novarum katolikus enciklikáját, amely megfogalmazta ideje korán 1891-ben, hogy a társadalomnak milyen berendezkedést kellene ahhoz megvalósítania, hogy tisztességes élet és sors jusson a munkásság számára is. És ezek a megállapítások, ezek az értékek a mai napig érvényben vannak. Sajnálatos módon hallhattuk itt kollégáktól, hogy milyen módon tért el az európai értékrend ezektől az eredeti értékektől, és azt is tapasztalhatjuk, hogy az a politikai erő, amelyik magát a munkásság politikai képviseletként jelenítette meg, és a munkásság hozta létre eredetileg Nagy-Britanniában ugye a munkáspártot, és ezen keresztül az európai szociáldemokrata, szocialista pártokat, hogyan hagyták el a munkásságot, a munkásság politikai képviseletét, és fordultak a már itt hallható társadalmi kisebbségek, szélsőségek irracionális értékeinek felvállalásához, és magát a munkásságot magára hagyták, és a munkásság nyilvánvaló egyetlen egy helyről remélheti a védelmét a globalizációval szemben, ez pedig a nemzeti szuverén kormányok, akik megpróbálnak az antiglobalista politikán keresztül egy olyan világot fölépíteni, amit Magyarország is kinkeservesen, de folytat és teszi ezeket a kísérleteket. A munkástanácsok azért csatlakozott ehhez az európai civil tanács működéséhez, mert azt látjuk, hogy a baloldali óriási hangerőben, hangorkánban igyekeznek elnyomni a más véleményeket, és ez egy olyan összefogás, egy olyan közösség, amely keretei között azt tapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Van esély, van remény arra, hogy befolyással bírjunk az európai politika alakítására. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mint ez látszik, mert teljesen egyértelmű, hogy Európa jelenlegi politikai képviselői bürokráciája nem az európai emberek érdekeit képviseli, sokkal inkább képviseli a tengeren túli hatalmat, ott sem természetesen az Amerikai Egyesült Államok társadalmát és embereket, civil embereket, hanem a mögöttük álló pénzügyi hatalmakat, és az egész berendezkedés ennek köszönhető, hogy ami ma Európában történik, a különböző szankciók, a háborúk gerjesztése, kirobbantása, konfliktusok föntartása, az nem az európai embereknek az érdeke. Azt látjuk, hogy a pénzünk, a fizetéseink leértékelődnek, az inflációs kárpótlása az Európai Bizottságnak annyi válasza volt, hogy az európai tagállamok mintegy 48 milliárd euró megtakarítást érjenek el. Ez a megtakarítás természetesen megszorításokat jelent a társadalmakban, a gazdaságban, a szociális leépítést, és egyedül Magyarország van abban a helyzetben pillanatnyilag, amelyik nem a megszorítások politikájával akar a válságból kilábalni, hanem olyan politikát alkalmaz, ami a bérek reális szintű emelésén keresztül a belső fogyasztást és a GDP növekedést újra tudja indítani. Ebben az együttműködésben azt gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal nem néznek minket eretnekeknek, és ebben az összefogásban azt gondolom, hogy fogunk tudni eredményeket elérni, és ezt reméljük ettől a most megrendezendő konferenciától. Köszönöm szépen a figyelmüket!